Kis Csaba az elmúlt esztendőben sportágról Európa bajnokságán szerepelt kiemelkedően, és átvehette elismerését is Bonyhádvárostól. A magas színvonalú szakmai munka eredményeként ezúttal egy országos fitnessfesztiválra kaptak meghívást oktatóként, edzőtársával, Palkó Csillával. Ennek a fitnessfesztiválnak a meghívására van egy főedzőnk, és a főedzőnknek a meghívása egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam, olyan jótét. Hogy jót tettünk mindenkivel, sok emberrel, 2006 óta benne vagyok én, a Csilla az csatlakozott egy jó pár éve hozzánk, és így kettőnk, így ahogy ezt így kialakítottuk az egészet, így szerintem ennek a gyümölcsét arattuk most ott le. Mindenkinek lehetősége volt egy 40 perces blokkra, tehát fönt a színpadon dolgoztunk, mozgattuk a tömeget, a Csabi fighter edzést tartott, én a végén egy mobilizációt és nyújtást, elképesztő élmény volt. A fesztiválon ennek a tömeg és versenysportot is magába foglaló sportágnak számtalan ága megmutatkozott. Kis Csaba azt mondja, amellett, hogy maga a részvétel is jelentős elismerés, olyan új technikákat, edzésmódszereket lehetett megtanulni, melyek beépíthetőek lesznek saját későbbi munkájukba. Túlnyomó részt tényleg olyanok vannak, akik hobbi sportolók, de nagyon-nagyon sok profi sportoló is megjelent, mert itt a fesztiválon keretén belül voltak versenyek is, ilyen kimondott versenyek is, és ezáltal így a versenyzők, ma én nem tudom, hogy volt-e már ilyen, hogy a versenyzők össze voltak engedve hobbi sportolókkal, de itt most lehetett látni, hogy a versenyző szintű sportolók is jöttek és kipróbálták a hobbi sportokat. Többfajta edzés módszer közül lehetett választani, a saját testsúlyos edzéstől, a gírján keresztül mobilizáció, azt hiszem 6-7 fajta lehetőség volt. Kis Csaba amellett, hogy tanít és edz, készül is arra, hogy a következő világbajnokságon megszerezze a legjobbnak járó díjat.